Tárogató zene nyitotta meg az idei várostakarítást szombaton. Szekszárdon már hagyománya van, hogy civil kezdeményezésre a megyei jogú város több pontján gyűjtik össze a szemetet ugyanakkor. Néhány évvel ezelőtt mi is már szerveztünk a város több pontján hasonló személygyűjtést, kisebb-nagyobb sikerrel, de mindenhol azt láttuk, hogy muszáj, és van rá szükség, mert a város több pontja nagyon-nagyon szemetes. Szombaton délelőtt Szekszárd 4 pontján szedték a szemetet az önkéntesek. Egyikőjük azt mondja, olyan, mintha sokan egyáltalán nem használnának kukákat. Szinte mindenféle hulladékból találtak az akció során. Olyan, mintha az emberek itt vennék fel le a ruhát, és már egy csomó ilyen ruhának a blokja, a ruhának a címkéje, mindenféle cigicsíktől kezdve, mintha senki nem venné fel el azt. Mindenki mintha mindent ledobna. A mostani város takarításon már a szekszárdi hulladékkommandó tagjai által megálmodott sétapálcával is szedhették a szemetet az önkéntesek. Viszonylag szép olyan botot kell csinálni, amire büszke mindenki. Nem az, hogy lopva kabát alatt viszem az úton, hanem igenis, sőt, megkérdezik, mi ez? Hát akkor elmesélem, hogy mi ez, mert érdemes, mert Szekszárdért, a Szekszárd tisztaságáért, a Szekszárd élhetőbbi tételért bárki szépen sutyomba tehet, nem kell nagy dobra verni, ha nem akarja. A főként civilekből álló várostakarítók végül 10 köbméter hulladékot szedtek össze szombaton.